A Madarak és Fák napján az Újbudai Pedagógiai Intézet és az önkormányzat minden évben hagyományosan közös rendezvényt tart az 5. évfolyamosoknak a Gellért hegyen. Idén a rossz idő miatt a Petőfi Sándor Általános Iskola fogadta be a programot május 22-én. 10 iskolából több mint 200-an indultak a vetélkedőn. Volt 4 olyan állomás, amit a Dunai-Poly Nemzeti Parknak a munkatársai tartottak a gyerekeknek. Itt természetvédelem, madárismeret és ehhez hasonló tartalmakkal foglalkoztak. Volt madárpázló kirakás, volt faj és termése felismerése, volt egy mozgásos állomás is, illetve volt még egy olyan ki mit tud, ahol az Újbudának a természeti kincseivel foglalkozhattak a gyerekek. A díjátadón Hoffmann Tamás polgármester is részt vett, aki beszédében kiemelte, hogy minél többet tudnak a gyerekek a természetről, minél jobban megszeretik és minél több élményük kapcsolódik hozzá, annál inkább fognak vigyázni rá a jövőben. A könyvjutalmakat és a díjakat Gyurcsó Gyuláné a program főszervezője és Hoffmann Tamás adta át, majd a polgármester színes labdákat dobált a tanulóknak, amit a gyerekek nagy újongás közepette kaptak el. Végül a 2 első helyezett iskola, a Grosics és a Kelenvölgyi Általános Iskola diákjai előadták indulójukat, majd közösen is énekeltek.